szigorításra azért van szükség, mert az emberek nem tartották be az intézkedéseket. Kérdezem én, mi a garancia arra, hogy ha most meghozott szigorú szabályokat nem próbálják az emberek kijátszani? Üdvözlöm a Nagyittó, a Mahét Média Család politikai elemző műsorának mai nézőit, illetve vendégeinket, Kollek Zsoltot és Hajtman Gábort. A pozsonyi kormány tegnap fogadta el a korlátozásokat, hát nem mondhatom, hogy népszerűbb nevén, de elterjedt nevén a lockdown intézkedéseit, amely mind társadalmilag, mind politikailag jelentőséggel bírnak még így az év végén is. Zsolt, melyikkel is kezdjük elsősorban? Tehát az, hogy milyen politikai erővonalak mentén kellett meghozni valamiféle kompromisszumot, vagy egyáltalán kompromisszumos-e ez a megoldás, amelyet tegnap bejelentettek Pozsonyba? Igen, jól láthatóan kompromisszumos, hiszen a szakértői konzílium ennél szigorúbb intézkedéseket javasolt. Talán nem is a lezárásoknak a hossza az érdekes igazából, hiszen a kormány nem mondta, hogy 2 hét után feloldja a korlátozásokat. Annyit hangzott el, hogy 10 nap után megvizsgálják annak lehetőségét, és hogyha enyhíthető a helyzet, akkor elsősorban az oltottak remélhetik, hogy enyhébb szabályok vonatkoznak majd rájuk. És hát rögtön egy biztató hírrel kezdjük. A mai járványadat már azt mutatja, hogy igen magas fertőzött szám mellett is csökkent a kórházban ápoltak száma. Egyre több fertőzött van, aki fiatalkorú, és esetükben, ahogy ezt a járvány kezdete óta megszokhattuk, vélhetően, megjósolhatóan enyhébb a járvány lefolyása. Tehát a helyzet azért nagyon rossz Szlovákiában, hogy ezt a szakértők hangsúlyozzák, de talán már látni a fényt az alagút végén, tehát hogy valamiféle optimista dologba is tudjunk belekapaszkodni, szándékosan ezzel kezdeném. De miért is kompromisszum? Leginkább azért, mert az iskolák bezárására nem került sor. És azt tudjuk, hogy leginkább a járványgócok, a fertőzés gócai, azok az iskolákban alakultak ki. Ilyen tapasztalatokat tudunk levonni a járvány eddigi alakulásából és a nemzetközi példákból is. Erre nyilván reagáltak a szakértők. A tegnapi sajtótájékoztatón az országos tiszti főorvos bejelentette, hogy mától az általános iskolákban, vagy ahogy mi használjuk, alapiskolákban kötelező lesz a maszk használat, és ilyen módon próbálják szigorítani a szabályokat. Értem. Gábor, te ezt, amit Zsolt említett egyrészt, tehát a 10 napos első értékelést, az első reakciók alapján, sajtóreakciók alapján, vagy pedig akár olvasói reakciók alapján, ezt egy elégséges időnek, tehát 10 nap alatt a szakemberek szerint lehet valamiféle következtetéseket levonni? Mi a megítélésed? Ezt már sokkal hamarabb meg kellett volna hozni, hiszen a szakmai konzílium már október végén előállt ezek a javaslatokkal. És hát a politikusok ugye nem akarnak népszerűtlen döntéseket hozni, ezért is látni azt, hogy vártak vele, sőt, kompromisszum megoldás volt, itt azért komoly tárgyalások voltak, hosszan zajlottak ezek a tárgyalások, hiszen először az SZSZ ugye azt akarta, hogy a lockdown, tehát a lezárás csak az oltatónkra vonatkozzon, és az oltottak ugye élvezzenek kivételezéseket. Aztán ugye ebbe beleálltak, de Veronika Nemisová, az aludyi pártelnöke pedig nem szavazta meg, ő is azt akarta, hogy csak az oltatlanokra vonatkozzon a lockdown. Viszont ez felvet némi kérdés, hogy akkor mi értelme a lockdownnak, tehát okos döntést hozott a kormány, míg hogyha később is, hiszen ilyen arányú átoltottságnál a részleges lockdown, vagy az a lockdown, ami a oltatokat kivitelezi, az nem jelent semmit, hiszen ugye csökkent a kórházban ápoltak száma, de az elmúlt napokban lehetett látni azt, értem, hogy azért súlyos a helyzet. Mindkettőtök véleményére kíváncsi lennék, tehát azt, amit Gábor említett, hogy fölmerült annak a lehetősége, hogy csak az oltatlanokra vonatkozzanak a korlátozó intézkedések, hogy a ti szondáitok, a ti megítélésetek szerint nem lett volna ez már egy társadalmi feszültségnek a kezdete, hogyha ilyen élesen meghúzták volna a határt az oltottak és az oltatlanok között? Ez a szabály életbe is lépett, hiszen egészen a tegnapi napig érvényben volt a kormány múlt héten elrendelt szigorítása, ami az oltatlanokat
helyezte ilyen módon hátrányosabb helyzetbe, korlátozásokat írt elő számukra mindennapokban. De most még ez a határozottabb döntés is különbséget tett volna. Tehát, hogy ez lehetette volna egy szikrája esetleg annak, hogy a eddig elszigetelt ilyen apró kis engedetlenségek valamiféle nagyobb mozgalomként jelenjenek meg. Én megfordítanám a kérdést. Milyen eszköz marad a kormány kezében arra, hogy elősegítse az oltakozási kampányt, ami minden tapasztalatunk és ismeretünk szerint az egyetlen igazi megoldása a járványhelyzetnek, hiszen valóban ezzel a karantén szabállyal, amit most hozott a kormány, már nem tett különbséget oltottak és oltatlanok között. Nyilvánvaló, hogy a mostani járványhelyzetben szükséges volt egy ilyen radikális lépés, hiszen tudjuk jól, hogy az oltottak is megfertőződhetnek, és tovább is adhatják a fertőzést, még hogyha nem is olyan mértékben, mint aki nem immunizált. De tudjuk a nagy különbséget, ami miatt az oltási kampány igazán megoldás, számukra nagyobb esélye van, jóval nagyobb esélye van annak, hogy kisebb szövődményekkel vészelik át a fertőzést, nem kerülnek kórházba, és nem kerül az egészségügyi ellátórendszer olyan helyzetbe, amit most már bizony kerülgetünk, mint a forró kását. Ugyanis, ha pusztán a COVID betegek töltik meg az intenzív osztályokat, meg egyáltalán a szakápolást, akkor elmaradnak a szokásos műtétek, egészségügyi beavatkozások, és máshol fogjuk azt a veszteséget elszenvedni, amit esetleg a COVID betegek esetében próbálunk enyhíteni. Talán a nézőink is ugye látták azt, hogy Zuzana Csaputová köztársasági elnökasszony is nagyon aktívan, tehát a kormány döntés előtti napon nyilatkozatot tett, amiben határozott módon szinte konkrét megoldásként javasolta, ugye, vagy kérte szinte számon a lezárásoknak a bevezetését a kormányon. Lehetett ez egy szerintetek egy előre megbeszélt forgatókönyv, hogy a köztársasági elnök azt, hogy már előre előkészíti, vagy pedig mondjuk úgy egy kicsit idézőjeles szóval puhítja a közvéleményt, hogy itt most akkor újabb lezárásokra fognak kerülni. Tehát ez egy kéz a kézben akció lehetett? Én gondolom, hogy az államfő Zuzana Csaputová látta a helyzet súlyosságát, és tudta azt, hogy ilyenkor fel kell lépni, és hát ő is, mint az államfő tisztségű kifolyólag ugye vészhelyzet van, és ilyenkor neki is kell kommunikálni, tehát hogy enyhíteni kell a társadalom lévő feszültséget, illetve nyomásgyakorlást adni a politikusoknak, hogy ne politizáljanak, tehát ne a saját szakállukra ugye játszanak, és illetve szavazókat szerezzenek meg népszerű döntésekkel, hanem vegyék komolyan azt, hogy tényleg itt a járványhelyzet van, és zárjanak össze, és ilyenkor egységes kommunikáció kell ahhoz, hogy enyhítsék a társadalomon belüli feszültségeket. Sajnos ez nem működik a kormányon belül is, és akkor ne beszéljük még arról, hogy az ellenzék ugye nyíltan oltás ellenes propagandát folytat, illetve minden járványügyi szabályokat ugye a kormányt, amit hoz, azok ellen uszítanak, úgyhogy nagyon nehéz lesz újra nyugodt mederbe terelni ezt a kommunikációt. Még mielőtt bemennénk a parlamenten kívül, belüli pártokra, maradjunk a parlamenten kívül, a szövetség tud-e valamiféleképpen rásegíteni ezekre a javító, jobbító szándékú intézkedésekre? Tehát volt-e valamiféle aktivitás, vagy pedig várható-e valamiféle aktivitás? Hol látod a szövetségnek a hangját ezen a palettán, Zsolt? Az előbb azt kérdezted, hogy mennyire megosztott a társadalom, a szlovákiai társadalom, és hát látjuk, hogy ezen belül a magyar közösség is rendkívül megosztott az oltás kérdésében. Azt hiszem, hogy józan hangra van szükség. Nyilván nem a megoldás kulcsa van a szövetség kezében, nem is lehet parlamenten kívüli pártként, de a józan hangra feltétlenül szükség van, az embereket biztatni kell. Meg ez egy speciális hang is a szövetségi, hisz ugye egy speciális területen, tehát a kisebbségi közösség nyelvén, közösségek nyelvén, tehát mindenképpen ez fölértékelheti, ugye, a súlyát a hangjának. Olyan értelme, hogy ezt a politikai munkát más nem végezheti el, hogy jó eséllyel nem tudja ugyanolyan hatásokon elvégezni. Szóval a lényeg az, hogy józan hangra van szükség, az embereket biztatni kell az oltakozásra, és leginkább a felelősségük fölismerésére. Itt visszautalnék a november 17-i nyilatkozatra, ami pontosan erről szólt, hogy látjuk, hogy az utcára terelődik a kérdés, aminek leginkább a felelősség szintjén, az a polgári, emberi felelősség szintjén kéne maradnia. Minden járványkezelésnek az a kulcsa, hogy az emberek mennyire tartják be azokat a szabályokat, amiket a kormányok meghoznak,
És ez nyilván a kormányok felelőssége is, hogy mennyire veszítették már el a hitelüket, vagy éppen mennyire tudnak még mindig hatással lenni az emberekre. Jól látjuk, hogy a szlovák kormánynak ebben nagy adóssága van. Maga Heger miniszterelnök is elismerte a sajtótájékoztatón, az intézkedéseket bejelentő sajtótájékoztatón, hogy a szigorításra azért van szükség, mert az emberek nem tartották be az intézkedéseket. Kérdezem én, mi a garancia arra, hogy ha most meghozott szigorú szabályokat nem próbálják az emberek kijátszani? Nyilván azért látjuk, hogy ahogy romlik a helyzet, és egyre több tapasztalata van az embereknek, sajnálatos tapasztalata a vírus okozta betegséggel, annak a szörnyű következményeivel, megnő az oltakozási hajlandóság is. Az elmúlt napokban, hetekben a korábbi hónapokhoz képest rendkívüli mértékben felgyorsult Szlovákiában az oltási kampány. Naponta 5000-en, átlagosan még ennél is többen hajlandók felvenni az első vakcinát, gyakorlatilag már a nullához közelítettek ezek a számok. Most újra lendületet kapott ez az oltási kampány, tehát azért van szövetségesünk úgymond a járvány elleni küzdelemben, ez pedig éppen a valóság érzékelése. Amikor baj van, akkor az emberek is másképpen reagálnak. Másképp reagálnak, tehát egy gyorsabb, ugye, és határozottabb tehát a reakció. Valamilyen módon a felelős viselkedés sem fog múlni a következő hetek, hónapok sorsa, sikere. Gábor, te hogy látod, hogy amit Zsolt is ugye fölvezetett, tehát nagyon sokszor elhangzik maga az oltás, a vakcina szükségessége vagy kérdése, hogy lehet-e téma jelenleg Szlovákiában az oltás kötelezővé tétele? Akár csak bizonyos társadalmi réteg, vagy pedig szakmák szerinti rétegeződés szerint? Ha politikusokból indulunk, illetve hogyha a politikusok hozzák meg ezt a döntést, akkor... Sajnos nincs más lehetőségünk, ugye, mint hogy a politikusokból induljunk. Igen, és ez azzal jár, hogy ezek népszerűtlen döntések lesznek, hiszen nézzük meg a társadalomban, hogy milyen nagy az oltás ellenség. De hát több ország is bevezeti a kötelező oltást, ugye vegyük Ausztriát, és hát ha nem javul a helyzet, akkor Szlovákiában is be kell ezt vezetni. Én azt mondom, hogy bizonyos korcsoportokba be kell vezetni a kötelező oltást, és hogyha ez sem működik, hát akkor tényleg olyan szigorú intézkedéseket kell hozni, hogy kötelezni kell az oltást. Értem, tehát hogy ezt valahogy kompenzálni, ugye, az oltásoknak a hiányát. Igen, mert tényleg nincs más esély, és látni azt, hogy a statisztikák alapján az országokban, ugye a különböző országokban, azok kerülnek kórházba, akik nem oltatták be magukat. És ez nagyon tisztán látható, illetve ez, ahogy a Zsolt is mondta, valóságérzékelés. Ez a kulcsfogalom szerintem, hogyha ez sikerül az emberekbe megértetni azt, hogy ez a valóság, akkor ott már látni a fényt az alagút végén. Értem. Zsolt, te osztod a véleményét Gábornak? Tehát az, hogy a hangsúlyossága vagy az aktualitása továbbra is itt van velünk, nem csak a vírus, hanem maga a vakcinának a kötelezővé tétele, tehát fölmerülhet a közeljövőbe realitásként? Én azt látom, hogy amit Ausztriában meghoztak szabályt, az elő is mozdíthatja azt, hogy akár még önkéntesen az emberek, mielőtt még ugye február 1-i hatállyal vezették be kötelezően Ausztriába, még sokan élni fognak a lehetőséggel és oltakozni fognak, hiszen ne felejtsük, hogy Ausztriában is szigorú szabályokat hoztak, lezárták az országot. Azzal a megszorítással, amit itt is felvetett a kormány, hogy egy bizonyos idő után értékelik a helyzetet, és ha továbbra is érvényben maradnak intézkedések, tehát a lockdown intézkedés, az már kizárólag az oltatlanokra fog vonatkozni. Tehát nyilván érdekelté kell tenni a társadalmat abban, hogy előnyt lásson az oltakozásban, és hát persze ne akarjunk mi szakértők lenni a szakértők helyett. Az egészségügyi szakértők körében konszenzus van abban a tekintetben, hogy az oltás a megoldás, akkor a politikának egyrészt kötelessége erre hallgatni, másrészt a társadalmat pedig abba az irányba vinni, hogy ezt ebben a megoldásban ők is érdekeltek legyenek. Ilyen módon, ha ez politikai döntés, akkor a politikának is ezt meg kell hozni. Igaza van Gábornak, óriási társadalmi feszültséget válthat ki jelen pillanatban, ha Szlovákiában a kormány elszánja magát a kötelező oltásra, akár csak bizonyos társadalmi csoportok, leginkább ugye a veszélyeztetett csoportok, életkor szerint veszélyeztetett csoportok, vagy olyan munkakörben, dolgozók körében.
Vagy hogyha egyáltalán általánossá tennénk a kötelező oltást, akkor számíthatnánk egy társadalmi robbanásra. Látjuk az ellenzék hozzáállását, Zsolt, bocsáss meg, a kormánypártok megosztottságát. Megszakítalak. Mondtál egy nagyon fontos meghatározást, hogy ne akarjunk szakértőbbek lenni a szakértőknél. Vajon el tudjátok-e képzelni, vagy esetleg a történelemben, vagy a közelmúltban volt-e arra gyakorlat, hogy magát a kérdéskört, tehát a védekezést, a vírus elleni védekezést, a kormány kiszervezi maga alól, és egy szakértői konzíliumra ruházza át, hogy az hozza meg ezeket a döntéseket. Mert itt ugye akár Gábor, akár te, többször megkerülhetetlenül meg kellett, hogy említsétek a politikusokat, a parlamentet, a kormányt, az esetleges szimpátia vesztést. Tehát, hogy ezek mind-mind a politikusokat befolyásolják, hogy nem kéne szabadon a döntést átruházni egészségügyi szakértőkre. Engedj meg egy érdekes gondolatot ezzel kapcsolatosan. Ugye most kormányunk van, de hogyha felvonulna a kormány, és nem jelen a időközi választáskod, akkor szakértői kormány lépne életbe, és akkor a szakértők alapján lenne. Értem. Tehát ugye ilyen esetben, ha nem is az egész kormány, de a kormánynak jelenleg mondjuk úgy, hogy a legfontosabb, tehát az egész társadalmat összességébe érintő döntéseit szakértők hoznák meg, és nem pedig mondjuk úgy politikai Jolly Jokerek. Én azt hiszem, Szilárd, hogy mivel a végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, persze szabadon dönthet arról, hogy ezt másra átruházza, de én úgy emlékszem, hogy Szlovákia népe ezt a kormányt szavazta meg, és nem egy szakértői konzíliumot azzal, hogy irányítsa az országot. Tehát egyfelől ez a felelősségnek egy átruházása lenne, amire rendkívüli helyzetben ugyan lehet példa, de gyakorlat erre nincsen. Én hozzáteszem, hogy a politikusnak az a dolga, hogy vállalja a felelősséget. És megteremtse ehhez a társadalmi közbizalmat, mármint a döntéseihez. Ez a politika művészete, ez egy hivatás. Aztán, hogy ezt ki hogy gyakorolja, ebben elég rossz tapasztalatunk van sok tekintetben, az elmúlt időszakból is, akár meg hát évekre visszamenőleg. Az inkább legyen a politikus bizonyítványa. Én azt gondolom, hogy nem a felelősséget kell átruházni, hanem megoldani a problémákat, még akkor is, hogyha tényleg Szlovákiában egy olyan klíma van, amit nem egy könnyű helyzet a kormány számára. Itt külön aláhúznám az ellenzéknek a felelőtlen magatartását, és azt, hogy képtelenek a kormányon belül. Szinte, mintha gerjesztenék, ugye? Oltás ellenes, vagy pedig intézkedés ellenes hangulatot. Pontosan. Hát, nyilván nem kimondva bizonyos szavakat, de megadva azt az alaphangulatot, ami aztán gerjeszti a feszültséget. És ami legalább ekkora probléma, a kormányon belül nincs erős kezű vezetés, nincs egy irányba tartó kommunikáció, az egy lehetetlen dolog. Hát egy négypárti koalíciós kormánynál ugye ezt nehezen is lehet elvárni. Hogy igen, Szilárd, egyetlen gondolat még, az egy lehetetlen dolog, hogy délutánra kiszivárog minden intézkedés, és azok a pártok, amiknek fenntartásai vannak az meghozott intézkedések kapcsán, azok a sajtóba hamarabb bejuttatják az elfogadott intézkedéseket a maguk megjegyzéseivel, és utána a miniszterelnök kiáll, és gyakorlatilag már a fénycsóvák úgy már nem is keresik, mert már mindent tud a közvélemény, és ő meg ott magyarázza a bizonyítványát, kicsit magára hagyva. Na, ilyen nincs. Tehát, hogyha valaki politikában... Ilyennek nem szabadna lennie, ugye inkább? Hát igen, tehát fogalmazunk így, hogy ilyennek nem szabadna megtörténni, ez jelzi az aktuális vezetőnek a politikai súlyát és befolyását. Sajnos a vírus és a vakcina és a rendelkezések témájában még tudnánk tovább folytatni a témát. Bízom benne, hogy általatok is jelzett 10 napos első időszak után sokkal jobb eredményekről számolhatunk mi is be, meg hát ugye kollégáink a ma7.sk portálon, vagy pedig a Magyar Hét című folyóiratban. Lapozzunk egyet, és maradjunk annál a vezérfonalnál, amit Zsolt előbb úgy határozott meg, hogy a politikus felelőssége, a politikus elszámolása, illetve a választók véleménye a politikus tevékenységéről. Lassan ugye egy éve van az Amerikai Egyesült Államok élén Biden elnök. A mostani közvéleménykutatások azt mutatják, hogy népszerűsége, illetve a választói bizalom megcsappant az irányába. Tudnátok-e erről legalább a számunkra itt, tehát ugye a távolságot is figyelembe véve, de mégis érdeklődésre számot tartó információkat megosztani? Kezdette Gábor, igen? Igen, ugye több időközi választásokra került sor Amerikában, és több ilyen billegő államban a republikánus elnök jelölt ki győztesen. Egy éve pedig holott 14%-ot Biden nyert, ez pedig egyértelműen jelzi azt, hogy a Biden népszerűsége csökken.
Ez azért is lehet, mert Amerikában most már annyira más lett a társadalmi közhangulat, hogy a vírustól már annyira nem félnek az emberek. Tavaly emlékeztünk vissza, hogy a szigorú korlátozások alatt ugye még nem is volt vakcina, illetve nagyon sokan féltek szavazni, és akkor így ez miatt is Biden került ki győztesen. Tehát úgy érted, hogy most reálisabb a kép, tehát hogy más a részvétel vagy a választók összetétele, mint ami volt az elnök választás? Igen, meg hát Biden népszerűsége azért is csökken, ez több faktor, tehát hogy az, hogy a gazdaság kezd el állni Amerikában, vagy gyengébb a gazdaság, illetve Amerikában is népszerűtlen döntéseket kell hozni, és ez jó látni azt, hogy ez nem népszerű ezek a döntések. Nem is Trump népszerűség erősödött meg, hanem Biden népszerűtlensége. Csökkent. És hát csökkent a népszerűség, igen. És erősödött a népszerűtlensége. Trump ugye most nem volt aktív, háttérbe vonult, és ezért is látszik az, hogy milyen az aktuális helyzet. De érdekes lesz, hogy a jövőre vetítően, hogy hogyan fognak alakulni ezek az események. Ugye a republikánus párt most fogja keresni a jelöltjét a elkövetkező időszakra, és ott egy óriási harc kezdődik ugye az erős jobb oldalon a republikánus párton belül és a centrumban. Tehát lesz egy belső harc a republikánus párton belül. És nem egyértelmű, tehát hogy Trumpnak is lehet esélye még, holott egy évén még azt mondták egyébként, hogy a következő elnök előtt a centrumból fog kikerülni, és nem jobb oldalról. Ez megváltozott úgy, hogy itt ez egy óriási csata lesz. Értem. A republikánus párton belül. Nézzük meg a demokraták oldalra a helyzetet. Bocsáss meg, maradjunk meg még a jelennél. Gábor említett belpolitikai indokokat, amelyek Biden népszerűségét csökkentették, vagy visszahúzták. Hogyha kinézünk az Egyesült Államok határán túlra, itt most elsősorban az afganisztáni kivonulásra gondolok, mennyire eshetett ez a súllyal, a nagy súllyal alatba az amerikai társadalom előtt? Mert ugye hát itt mi Európában ezt azért lássuk be negatív eredményként, vagy negatív körülmények közötti kivonulásnak láttuk, hogy Amerikában ez rezonálhatott szintén? A közvéleménykutatások egyértelműen ezt bizonyítják, hiszen nagyjából nyár elejéig, tavasz végéig a választáson látott erőviszonyok még el is mozdultak Biden javára, és akkor egy ilyen gyors népszerűségvesztés következett be, ez egyértelmű annak a határozatlanságnak, vagy hát fogalmazunk ki fiaskónak köszönhető, amit az Egyesült Államok Afganisztánban bemutatott. Ugyanis hát ez a média reflektorfényébe került, napokig, hetekig vezető téma volt, és az amerikai kormányzat igazán nem találta azokat a kommunikációs kiutakat, amivel ezt a történetet magyarázhatták volna. Egyfelől felkészületlenek voltak, vagy pedig ilyen naív várakozással tekintettek az afganisztáni eseményekre, ezt a közvélemény nem szívesen bocsátja meg. De azért szögezzük le, hogy történt más elnök karrierjében is ilyen fiaskó, és aztán mégis a végén az elszámolásnál még jól jöhetett ki. Igazság szerint még a ciklus első felében vagyunk, és jelenleg tényleg azt látjuk, hogy Biden népszerűsége meggyengült. A kérdés az persze, amit Gábor is már így felvetett, hogy vajon a demokrata párt hogyan tekint a saját elnökére. Amerikában az a gyakorlat, hogy a hivatalban lévő elnök egy második ciklusra tesz kísérletet, ugyanis rendkívüli versenyelőnyben van minden esetben a hivatalban lévő elnök, még hogyha sokszor ösztűz is éri, mint Trump esetében, ezt jól láthattuk, és hát Biden esetében pedig azért sokkal barátibbra van hangolva az amerikai sajtó nagy része. De látjuk azt, hogy bizony Biden nem egy határozott vezető, és hát az életkora kapcsán is elég sok kétség merül fel vele kapcsolatosan, de mégis azért próbál egyértelmű üzeneteket küldeni, hogy ő még egy ciklus szívesen vállal. Ez ugyanis ez egy fontos üzenet a választók irányába. Ez most a műsorunk fölvétel előtt pár nappal el is hangzott, tette, ugye? Meg is tette, így van. Nem érzitek úgy, hogy ez a bejelentés, vagy ez a kiszivárogtatás mindegy inkább a mostani ciklusnak a rendbehozatalát hivatott szolgálni, tehát nem is a második ciklusról szól? De részben igazad van, viszont nagyon fontos megemlíteni azt, hogy Biden, tehát hogy ő volt a kompromisszumos jelölt a demokrata oldalon, ugye az volt a cél, az volt a feladat, hogy legyőzze Trumpot. Ez sikerült is,
Viszont én nem látok abba esélyt esetleg, hogy következő ciklusban Biden elinduljon, ugye a korábban kifolyólag már egy idős elnökről beszélünk. De ez nagyon fontos megemlíteni az alelnököt, Kamala Harris-t, tehát hogy Bidennek a jobb keze, és ugye Biden inkább a demokrata párt centrumából került ki, Kamala Harris pedig már inkább balra tolódik és balra vinni a demokrata pártokat. És hát a demokrata oldalon is azért vannak különböző ágazatok, illetve csoportok, tehát ugye a progresszívek, a zöldek, illetve a szocialisták. Tehát nem egyszínű, ugye? Nem egyszínű, az egyik nagy amerikai párt. De nagyobb a vadászterület, és ha esetleg a demokraták mozgósítani akarnak majd jövőben a szavazókat, akkor esetleg erről innen halásznának, tehát erről a vadászterületről szeretnék a szavazókat. Úgy gondolod, hogy akkor esetleg a mostani alelnök lehetne egy perspektív következő induló? Igen, abszolút. Tehát, hogy a karizma is megvan, és hát egyértelműen a demokrata párton belül a népszerűség elég nagy Kamala Harrisnek. Ez pedig majd meg fog látszódni a következő időszakban, hogy mennyire tudja majd befogni ezeket a baloldali, új baloldali mozgalmakat. Annyiban szólnék hozzá, hogy ugye Amerikában is a politikai inga azért rendszeresen libeg. Most azt látjuk, hogy igazából a kultúrharc igazán elhatalmasodott Amerikában. Viszont van aztán egy ellenhatás sokszor, és ilyenkor pedig mindkét párt valamiféle mérsékeltebb jelöltet talál meg. Elképzelhető egyébként, hogy ennek a kultúrhasznak a lendülete ki tud hújni, hiszen úgy képzeljük ezt, mint egy erdőtüzet, ami letarolja az erdőt, és már nincs hova terjedjen ez az erdőtűz. Egy idő után ezek a kultúrharcos indulatok azért kioltják Amerikán belül is magukat. Erre láttuk példát a 60-as évek végén, a polgárjogi küzdelem köré föllobbant ilyen kultúrharcos csatározások kapcsán. És hát, hogyha ez a forgatókönyv, akkor lehet, hogy jön egy mérsékeltebb korszak az amerikai politikában. Ez persze inkább csak egy találgatás, de lehetséges, hogy Kamala Harris esélyét ez éppen csökkenteni fogja majd a jövőre nézve, hiszen ő valóban a kultúrharcos, kultúrbalos értelmiségnek a várakozásait jeleníteni meg. Ez ugye nyilván attól függ, hogy a republikánus párton belül hogy alakulnak majd a törésvonalak. Ha Trump erős marad, akkor arra a baloldal is megfelelő választ fog adni, és akkor nem ez a mérsékelt irányba tolódás jellemzi majd az amerikai közéletet. Hát azt hiszem, hogy nézőinkkel egyetembe kijelenthetem, hogy inkább beszéljünk következő műsorainkban is kultúrharcról, mint pedig a vírus elleni harcról. A Nagy Ittó mai adásában ennyi fért bele. Én köszönöm az önök támogató figyelmét, illetve Kollég Zsoltnak és Hajtman Gábornak a értő hozzászólásait. Kérem, kövessék továbbra is a Nagy Ittót, illetve a már említett mahét.sk weboldalunkat. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, vigyázzanak magukra!